Samu Ákos horgosi vállalkozó fémöntéssel foglalkozó céget indított, és a Prosperitáti Alapítványnál egy elektromos olvasztókályha, valamint egy edzőkemence beszerzésére pályázott. Szeretnék majd ugye öntvényeket előállítani, gyártani. Úgy gondolom, hogy nagy szükség van itt rájuk. Erős a mezőgazdaság, rengeteg mezőgazdasági alkatrészeket tudok majd gyártani, és akkor ezért gondoltam, hogy ebbe belevágok. A csantavéri Veréb László Renáta kozmetikai és masszás szalont nyitott, és az ehhez szükséges berendezéseket fogja megvásárolni a támogatásból. Sokat segít, mivel hogy önerőből ezek a gépek, amik szükségesek az arckezelésekhez, eléggé drágák, és sokkal több idő kellett volna, mire meg tudtam volna önerőből valósítani, mint így. Bátrak azok az emberek, akik vállalkozásba kezdenek, és minden támogatást megérdemelnek, emelte ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a magyar tannyelvű tanítóképzőkar ünnepsége után nyilatkozott stábunknak. Ezek az emberek megérdemlik a támogatást is, és megérdemlik a tiszteletet is, mert elsősorban önmaguk vonatkozásában fogalmaztak meg nagyon komoly elvárásokat, másrésztről pedig azt gondolom, hogy a családjuknak a sorsát végül is ennek az elképzelésnek a megvalósulására alapozzák, vagy alapozták. Az eseményen jelen volt Babits János, Magyarország főkonzulja is, aki elmondta, a pályázat üzenetértékű, mert azt sugallja az embereknek, hogy a nehéz gazdasági körülmények között sem lehetetlen sikeres vállalkozást indítani és működtetni Vajdaságban. Ezek a vállalkozások, ha üzemelnek, nagyon fontos üzenetet továbbítanak a közösség felé, mégpedig azt, hogy a Vajdaságban 2016-ban és ezekben a nehéz gazdasági körülmények között magyarként cégvezetőnek lenni, akár csak egy egyszemélyes vagy egy családi cégben is, illetőleg új céget elkezdeni nem lehetetlen. Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője hangsúlyozta, hogy ez a pályázat nem csak pénzbeli juttatást jelent, hanem kötelező képzést is tartottak a kezdő vállalkozók számára, hogy minél sikeresebb céget tudjanak létrehozni és működtetni. Elindítottuk őket egy pályán, ennek a pályázati kiírásnak köszönhetően 94 új vállalkozást nyílt meg, illetve erősödött meg Vajdaságban, a Vajdasági Magyar Közösségben, ami azt gondolom, hogy egy szép szám. 65 millió dinárt fordítottunk erre a célra. A Prosperitáti Alapítvány november 13-án 5 új pályázatot írt ki. Ezek közül 2 hitelkonstrukciós, a maradék 3-ban pedig olyan kis összegű támogatásokat ismételtek meg, amelyekre az idén túljelentkezés volt, és nem kapott minden pályázó támogatást.